ugye túl vagyunk ezen a nehéz egy hónapon, még egy mérkőzés van hátra Gyöngyös ellen. Hogyan értékeled a múlt heti Szeged elleni idegenbeli mérkőzést? Nagyon jó mérkőzés volt, egy nagyon szép csarnokba, természetesen egy Bajnokok Ligája induló csapat ellen. Azt gondolom, hogy az első fél időben nagyon jól játszottunk, és méltó ellenfelei voltunk, mondhatnám úgyis a Szegednek. Aztán az első fél idő végén és a második fél idő elején iramot és tempót váltottak, megmutatták, hogy milyen egy Bajnokok Ligája csapat, hogyha igazán komoly tempóval, komoly és kemény védekezést húz fel elénk. Úgyhogy megérdemelten nyertek természetesen, de azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultunk ebből a mérkőzésből. Nagyon jó volt ott játszani, és nagyon jó volt látni a srácokon azt a küzdelmet, és le a kalappal előttük, hiszen mindent megtettek azért, hogy jó mérkőzést játszassunk ellenük. Úgy gondolom, hogy az elmúlt hónapban a Veszprém és a Szeged ellen tisztesen helytáltunk. Szerintem mind a kettőn egy jó mérkőzést játszottunk, tartottuk magunkat, amíg tudtuk. Több jó teljesítményt is tudtunk nyújtani, úgyhogy szeretnénk ezt tovább vinni a következő mérkőzésekre is. Hétvégén egy újabb idegenbeli meccs jön, Gyöngyösre utazik a csapat. Mennyire ad erőt nektek akár ez a Szeged elleni mérkőzés, hogy jól sikerült, és jól tudtatok játszani? Mit látsz most a csapatodon? Hogy érzitek magatokat? Összességében úgy gondolom, hogy nagyon nagy pluszt adott nekünk a Veszprém és a Szeged elleni mérkőzés is, hiszen azt gondolom, hogy jó játékot mutattunk, és meg tudtuk mutatni azt, hogy igazán egy ilyen jó csapat ellen is vannak jó pillanataink, vannak jó perceink egy mérkőzésen. Ebből építkezünk, és ezt próbáljuk adaptálni azokkal a mérkőzésekre, amikor úgy gondoljuk, hogy pontot vagy pontokat tudnánk esetleg szerezni. Természetesen mindenkinek vannak nehézségei, nekünk is, vannak sérülések, betegségek, de azt gondolom, hogy aki pályára fog lépni, az mindent meg fog tenni azért, hogy győztesen hagyhassuk el a csarnokot. Szeretnénk itt is minél tovább tartani magunkat, illetve úgy gondolom, hogy ha támadásban tudjuk hozni azt, amit az elmúlt időben, és a védekezést egy picit jobban össze tudjuk rántani, akkor szerintem egy nagyon jó mérkőzést tudunk játszani a Gyöngyössel. A Gyöngyös egy igazán erős csapat, főleg a hazai pályájukon azért nehéz őket elkapni, de meg fogunk próbálni mindent.